Kedves gyerekek, kedves testvéreim! Képzeljünk el egy embert, aki hajóra száll, utazik, messze földre szeretne eljutni, de a hajó viharba kerül, baleset következtében hajótörést szenvednek az utasok. A hajótörés az azt jelenti, hogy mindenki fejvesztve próbál úszni, menekülni és partot érni. Gondoljunk bele, ha mi egy ilyen helyzetbe kerülnénk, mit csinálnánk? Kiabálnánk, kétségbe esnénk, félnénk és elveszítenénk a reményünket. Nos, Szent Gellért olyan ember volt, aki messze földre indult, Velencéből, a mai Itáliából, el akart menni a Szentföldre, zarándokként. A hajó azonban Dalmácia partjainál, a mai Horvátország partjainál hajótörés szenvedett. Egy törés az életében, amikor az álmai szerte fosztanak, amikor úgy gondolja, hogy van egy terve, ezt ő szépen kigondolta, azonban a Jóisten valahogy máshogy rendelte az ő életét. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én útjaim nem a ti útjaitok. Ezt olvassuk a Szentírásban. És a Szent Gellértre teljes mértékben igaz lett. A mi életünkben is vannak törések, hajótörések. Legyen az akár egy fizikai törés, mondjuk egy kéztörés, egy lábtörés. Néhány évvel ezelőtt én is elszenvedtem itt egy kartörést. Nem volt kellemes, tudjuk mindannyian, mit jelent egy törés. Azonban komolyabb törések is vannak az életben. Sokkal komolyabb törések. Amikor egy család tönkre megy, amikor gyerekek elszakadnak otthonról, amikor testvérnépek háborúznak egymással, sorolhatnám. Az élet hozza a példákat. Mit teszünk akkor, amikor az életünkben különböző töréseket szenvedünk? És a törésekkel kapcsolatban Szent Gellért nyomán egy fontos kép is előttünk van. Ajánlom mindenkinek, hogyha van egy pici ideje, akkor a határ másik oldalára, ide őscsanádra látogassunk el. Az őscsanádi római katolikus templomon ugyanis van egy oltár, ahol ők miséznek, az nem más, mint Szent Gellért püspök és vértanú szarkofágja, vagyis az a hely, ahová őt annak idején eltemették. Egy sír, egy koporsó gyakorlatilag, és ennek a szarkofágnak a teteje, a felső lapja el van törve, meg van törve. Szemmel látható, a kezünket bele tudjuk helyezni. Egy nagyon komoly törés, ami az évszázadok során egy baleset következtében itt kialakult. És azon a törésen mutatja be a pap minden egyes nap, és majd a mai napon is, délután, amikor összegyűli a Temesvári Egyházmegye papsága, többen tőlünk is át szoktak ilyenkor menni, bemutatják napról napra a szent misét, a szent áldozatot. Gellért áldozata oda csatlakozik Krisztus áldozatához. A törés, amiből mégis élet fakad. Mi volt az élet? Mi volt a plusz, a jó, ami Gellértnek a hajótöréséből származott? Akkor még nem tudta. Amikor partot ért nagy nehezen Dalmácia partjainál, fogalma se volt, hogy mit akar vele az Isten, de napról napra megmutatta számára, türelemmel ki tudta bogozni és fel tudta fedezni, és hosszú út során így jutott el az akkori Magyarországra, Szent István udvarába, és aztán idővel ő lett Szent Imrének a nevelője, aztán, ahogyan mondtam, a Szent Mise bevezetőjében is imádságra is szüksége volt, és elvonult remetességbe, magányba, majd aztán Szent István király éppen ide küldte a mi területünkre, Csanád vármegyébe, és az első püspöke lett ennek az egyházmegyének, olyannyira, hogy tőlünk szintén nem messze, a Maros túloldalán volt az a közösség, a bencés közösség, amelynek az elöljárója lett, és első püspökként
innen misszionálták ezt a területet, amely akkoriban pogány volt. A törések ilyen módon életté váltak Gellértnek az életében, és mi is nagyon-nagyon megtanulhatjuk ezt, hogy hogyan kezeljük a saját életünknek a töréseit. És ezzel kapcsolatban Ferenc pápától hoztam néhány sort, és ezzel szeretném befejezni ezeket a gondolatokat. Egy versről van szó, amit Ferenc pápa is úgy kapott, illetve úgy ajánlották neki, egy mexikói költőnek a verse, amit bele is foglalt az egyik könyvébe. A vers maga a reménységről szól, arról, hogy a saját töréseinket hogyan tudjuk átformálni az Isten kegyelmével, nem a magunk erejével. És ez a vers különösen is aktuális ma, amikor nem csak, hogy változások vannak a világban, hanem egyenesen a változásban vagyunk benne. Ez a vers különösen is aktuális, amikor hullámoznak körülöttünk napról napra, percről percre azok a feszültségek és törések, amelyekre választ kellene adnunk nekünk, keresztényeknek. Amikor a vihar elült, és útjaink újra járhatók, majd mint túlélők hagyjuk el a zátonyra futott hajót. Könnyes lesz akkor a szívünk, és áldani fogjuk a sorsot, mert beérjük azzal, hogy élünk. Ennyi kell csak, és mindenki boldog. És akármelyik idegent, akármilyen embert haláltunk, megöleljük és örülünk, hogy velünk van még egy barátunk. És akkor majd eszünkbe jut, hogy mennyi minden is veszett el, és végre megtanuljuk azt, mi nem tanulható füzettel. És nem leszünk már irigyek, mind ismerjük a szenvedést, és nem leszünk már tétlenek, tudjuk, hogy ennyi nem elég. Ami közös, majd többet ér annál, amit elérni kell, és önzetlenebbek leszünk, nem érjük be akármivel. Rá fogunk jönni arra is, hogy milyen törékeny az élet, és jobban megértünk másokat, kik élnek még, vagy már nem élnek. És hiányzik majd a koldus is, a piacon kéregetett, de hogy hívják, nem tudod, pedig ott volt mindig veled. Az a szegény öreg talán a te urad volt áruhában, de sosem kérdezted a nevét, mert nem volt időd a rohanásban. Mégis, minden egy csoda lesz, és örökséggé lesz mindenünk, az életet tisztelni fogjuk, az életet, mit elnyerünk. Ha a vihar elül, Uram, add, hogy jobb emberek legyünk, bár nem vagyunk méltók, tudom, tervezz, mint egykoron velünk.